Na, roppant módon nem vagyok jól, az az igazság. Még szerencsé egyébként, hogy bedobtam magamnak egy ilyen hülyeséget. És fölgyújt maximumra, csodálatos. Nem tudom egyébként, hogy van-e valami egyéb megoldás, amivel még ilyeneket tudok csinálni, de egyenlőre én még el vagyok, mint a befőtt. Viszont, nem tudom, hogy arra fele, amerre jöttem, van-e esetleg valami, amit föl tudok szedni, de szerintem nincsen. Á, egy darab ajtó, mindegy, akkor megyünk a másik irányba. Hopp, egy Jill. Na mindegy, lényeg az igazából, hogy drága Jillünkön kísérletezgettek nem éppen picikét, és érdekelne, hogy kicsodák. Mellesleg pedig annyira mocskos módon idegesít, hogy most szembesülök azzal, hogy a Jojo Milosevic féle nagyon-nagyon elbaltázott Resident Evilnek csúfolt filmekben milyen szinten lopnak ezekből a játékokból. Tehát igazából már csak abból kiindulva, hogy ugye egyszer csak megjelentek ezek a plágaszerű izék. Várjunk csak. Ja, hogy te meg itt szétvered ezeket. Köszönöm, Seva. Az kell. Tehát igazából, hogy megjelentek igazából ezek a szájból kimászó plágaszerű cuccok. Oppá, bocsánat, ezt neked akartam adni. Thanks. Hogy tudott ez ennyit elpocsékolni? Na mindegy. Attól kezdve igazából, hogy bejöttek a mindenféle szereplők, akiknek nem kellett volna megjelennie. Igazából csodálkozom, hogy Sevát még nem dobták be sehova. Ó, basszus. Zombi katonák? Na, ezekkel mi a frászt csináljak? Ezek vissza fognak lőni. De innen még nem vettek észre. És mi volna, hogyha én... És csak észrevett. Seva! Na gyerünk, te bunkó! Lőjél csak! Kicsit fejbe lőttem. Na gyere! Tudja, hogy vannak még páran igazából, és én ennek annyira nem örülök. Ja, hogy ez még mindig lő? Nem, ez már nem lő. Próbálok minél inkább fejre lőni igazából, mert hogy most sikerült ugye megcsinálnom gyakorlatilag már megint azt, hogy na gyere. Na, tehát próbálok minél inkább fejre lőni, azon egyszer oknál fogom már, hogy elvileg most megcsináltam azt, hogy...
Elvileg maxra tettem a kritikus sebzését ennek a cuccnak, tehát a fejlővésekkel nagyon-nagyon esélyes, hogy sikerül így leírtanom őket. Na gyertek, gyertek, gyertek! Jó. Úgy látom, most éppen nyugi van. Aha, határozottan nyugi van. Jó van, akkor ezt egészen szépen sikerült megoldani. Jobban örülnék neki egyébként, hogyha ilyen fedezékrendszer lenne máskor is a játékban, de eddig sajnos nem nagyon találkoztam vele. Viszont nagyon úgy tűnik egyébként, hogy egy idő után eltűnnek ezek a mindenféle dolgok is. Na, erre mi van? Aha! Na, erről beszéltem igazából, hogy most már gyakorlatilag általában egy lövés, egy fej. Úgyhogy most már sikerült talán így a sima kis pisztolyomat és egy egészen jó kis fegyverré alakítanom, eddig legalábbis nagyon-nagyon szimpatikus a dolog. Úgyhogy nem is baj, hogyha kapok hozzá több lőszert is. Ó, basszus, csak rám csapott a rohadék. Seva, 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 seva. Hol vannak még ezek? Lője csak bunkó. Ott is van még egy. Fejét. Na végre! Hoppá! Tudom. Csak rohadt nehéz célozni így. Várjál, megpróbálom azt a bunkót még ilyen távolságból eltalálni. De marha nehéz. Seva, egy pillanatra hadd kérjem már el ezt. Köszönöm szépen. Fel a fejjel. Ezt, várja. Ezt vissza is adnám, köszönöm szépen! Elnézést kérek a kis közjátékért csak. Savailag nem vagyunk a toppon még mindig. Ki a péklövöldözi ilyen nagyon-nagyon intenzíven? Ó, hogy ott is van még egy ilyen bunkó. Bocsánat, volt.
Szevasz! Na, éppen ideje volt, hogy egy kicsikét csend is legyen. Köszönöm szépen, kedves Seva. Örülök neki, amikor azért kicsit... Ja, hogy itt vannak ilyen cuccok, amiket ki lehetett volna lövöldözni. Most már mindegy. Magnum lőszer az mindig jól jön. Na nézzük csak, azt mondja, hogy a következő... Kivéve, hogy már nincsen nálam Magnum. Ezt viszont én akkor tessék, Seva. Tessék, Seva. Oké, na, alakulunk, mint pupos gyerek a prés alatt. Bocsánat, időnként egyébként így megszakítják a mondandómat ilyen mindenféle akciódús dolgokkal, megpróbálok majd úgy intézkedni, hogy ez ne nagyon forduljon elő. Nem arról van szó, hogy nem lesz akciódús a helyzet, hanem arról van szó, hogy megpróbálom folytatni. You know that voice. It's Oxella. Not being handled, Albert. I'm looking forward to you. Albert? What? Why are you holding up with your Albert? Shit, Wesker. I thought he was dead. Tudom, kicsikét meggondolatlan igazából így rohangászni itt a mindenféle helyszínek között, de ettől függetlenül muszáj, nekem pedig... Jó van, egyenlőre így, hogy... Jaj, basszus, a frászt hoztad rám, te barom. Egyenlőre igazából így hagyom a... Jaj, már megint ezek. Uha. Meghallanak, vagy nem hallanak? Izgi? Menj innen! Egyelőre igazából ez határozott jelleg elő, mint a Super Mario-nak valami 3D-s változata. Menjél tovább. Jó van, egyelőre határozott jelleggel jó vagyok. Jók ezek a dögök benne. Nekem nagyon szimpatikus. Ez nagyon-nagyon tetszik. Most is el tudok menni mögöttük? Most is el tudok menni mögöttük, ez nagyon király. Akkor szakadj meg! Oké, futás van. Annyira tudtam, hogy valamelyikünk el fogja szúrni. Gyere, Seva! Gyorsan, a francba! Gyorsan, Seva, húzzunk innen a vérbe. Seva! A rohadt életbe! Seva, gyere! Nyisd már ki, na végre! Nem poénból mondom ezeket a dolgokat, te! Szívesen partner, csak legközelebb akkor legyél partner is az ilyenekben. Na mindegy. Annyira tudtam egyébként, hogy a végén be fogják dobni, ez valamit elszúrtunk és észrevettek dolgot. Na, lehetségesen meg lehet csinálni ezt anélkül is, hogy elszúrom, de nekem nem sikerült. Most ez, hogy a dög igazából elkezdett egyenesen rám nézni, ez nem volt annyira szimpatikus. Átvetődni nem tudok, akkor viszont arra tova. És már megint valami tüzes részem vagyunk. A tüzes részekre jutott eszembe egyébként, hogy mennyire imádtam a Resident Evil 4-ben, amikor volt egy jelenet, amikor kettő darab elgigántit kellett elintézni, méghozzá egy meglehetősen szűk. Jaj, ti meg itt vagytok, hát basszus.
Na gyerünk! Basszus, és kilőtte előttem Seva. Magad élt, ez nem vicces. Akkor ráfutunk egyet. Nem tudom, hogy mit csináltam, de fájt neki. Az a lényeg. Eddig tetszik? Eddig nagyon-nagyon tetszik. Jó van. Tudnám, hogy honnan lőnek igazából, vagy hogy honnan próbálnak lőni. Az úgy nagyon-nagyon sokat segítene egyébként azon, hogy kicsikét jól érezzem magamat. Ó, szakadjatok meg, persze. Ez csúnya volt. Jó, hogy ott vagy. Miért nem ezzel kezded? Nézzük csak. Ja, ez nekem nem kell, bocsánat, tessék, parancsolj, kedves Seva, mindjárt jobban vagyok. Most már még jobban vagyok. Most már csak az a része érdekel, hogy akkor merre felé kell nekem menni. Valahol még tuti vannak, mert még valahol szól a zene. Na mindegy, akkor próbáljunk meg minél följebb jutni, aztán majd meglátjuk. Jó, hogy itt meg csak ennyi van, jó van, akkor vissza az egész. Akkor viszont megpróbálok errefelé elközlekedni. Ó, cucok, 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 cucok. Basszus, basszus! Ki a rohadás volt ez? Na jó, azt föl kell vennem, fedezése van. És nem tudom fölvenni. Akkor próbáljuk meg azt, hogy ez... te most... nem hiszem el. És nem tudom kombinálni, a francba. Jó, próbáljuk meg így. Nem tudok rájönni, merre kéne mennem. Az az egy tuti, hogy itt van egy létra. Ó, hogy ott is van egy létra. Bocsánat, fiúk, egy kicsikét bajban vagyok. Biztos vagyok benne, hogy más is járt már így. Tudom, hogy nem itt kell jönni, mert hogy innen kezdtem. Csak azt nézem, hogy valaki lövöldözött rám, vagy igazából csak tök véletlen volt a dolog. Na mindegy.
Szerintem tök véletlen volt a dolog. És hogy kilövök ott egy ilyen tartályt. Következő mindig, vagy? Vagy egy idő után elfogynak? Valaki most nagyon hisztizik, de tudnám, hogy ki a franc. Na mindegy, mindjárt ki fogom találni, mert erre fel is kéne nekem közlekedni. Biztos vagyok benne, hogy van megoldása ennek is, és... Ja, hogy ilyeneket tudok csinálni. Csodás. Pont ettől féltem egyébként, hogy nekem csak erre felé lesz utam. Nem jó. Jó van, csak rájöttem fél úton, hogy mégis már felé kéne nekem közlekedni. Ja, te voltál az a kis bunkó, amelyik itt szórakozott még. Jó, na, azért csak sikerült ezen is keresztül vergődni, na gyere Seva! Van. Tudom, azért csináltam. Hát ez nem lesz egy életbiztosítás. Eszébe se jusson egyiknek se, hogy kilője igazából a környékről ezeket. Basszus Seva! Ez viccesen nézett ki. Na, most, hogy itt vagyunk igazából... Szevasz, öreg! Oké, ez elszállt, mint a győzelmi zászló. Basszus, hú, de nagyot szóltam. Azt a rohadt életfutás. Gyerünk Seva, húzzál bele, de nagyon-nagyon-nagyon. Most nekem hova kéne? Ja, hogy itt a másik oldalon kéne menni. Nem. Jó felé indultam, csak rossz felé jöttem. Ó, basszus, ez nagyot szólt, ez nagyon-nagyot szólt, ez nem jó. Ez olyan, hogy gyorsabban menne, mint kéne. Hagyjatok már békénti taplók. Ó,
Jó. Ja, hogy itt lehet ilyeneket is csinálni, akkor most így... Ki szenved már ennyire? Ja, hogy ott vannak még azok a hülyék, hát azok nem érdekelnek. Ismét egy stukker? Aha, de még milyen. Csodás, akkor Seva kap még... Új, van egy pár dolog, amit igazából Sevától el kéne nyúlnom. Stukker, 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 stukker. Mennyiféle stukker van ennek a nőszemének, azt nézegetem. Sok. Amúgy nekem se kevés. Ez meg mit csinál? Vissza az áramot, vissza az áramot. Na. Tudom, követelőzésre senki nem megy semmire, jobb esetben. Bár van az a pillanat, amikor de. Olyan dolgokat hallok, amiket nem akarok hallani. Ilyen tapicsk, tapicsk, flutyk, flutyk. Missiles? Why would they need these, do you think? Maybe they're planning to start a war. Hú, mégis mire kell valakinek rakéta? Ahhoz, hogy rakétázzon. Hú, srácok, a rakétázásról jut eszembe, hogy én milyen szinten hülyét tudok kapni egyébként a... Ó, basszus. legyek bátor, leszek bátor, és... Ezeket semmire nem használom igazából. Tudom, az nem ott valami túlságosan elegáns megoldás, de... Kénytelen vagyok ilyenekhez folyamodni igazából így, hogy szépen lassan kezdek elfogyni, de hát előbb-utóbb Sevának is el kell majd adogatnom így a talpa alól a fegyvereket, mert ezt jól megmondtam. Na, tehát igazából az ilyen rakétákra jutott eszembe nekem, hogy én őszintén megmondom, én szeretem egyébként a petárdákat. De amikor valaki őrült módon elkezd, mint apósom, őrült módon elkezd rakétázgatni szilveszterkor vagy bármikor az égvilágon, azt egyszerűen nem tudom megérteni. Van az a pont, ami számomra már a vicces kategóriába esik. Remek. Feltételezem, hogy azért mutogatták most meg azokat a pofákat ott, mert hogy sokan lesznek. És zombiszerű izék. Az meg nekem nem szimpatikus, hogy ott nyáladzik. Ó, te sem vagy szimpatikus. Micsoda szörny lehet az, és Seva kevésbé intenzíven és irodalmian nem tudtok volna ezt elmondani? Hűha, ez nem jó. Engedjél át, tök! Nem tudom, hogy mi vagy, de nem vagy túl szimpatikus. Seva, Seva! Nem? Engedjél el! Köszönöm! Olyan, ez már nem tetszett?
Köszi! Hát ez nem igaz. Jó, tudom, a bogarak egyébként a Rezi 4-ben is nagyon-nagyon durva arcok voltak, de ez azért egy kicsikét, de rohadt sok sárgán lőszerem van. Ezt is talán el kéne kezdeni fejleszteni. Alapvetően most azt nézem, hogy igen, csak az alapfegyverekkel vagyok, tehát semmi olyan extrát nem vásároltam magamnak, ami kellett volna. Gyakorlatilag mindent vettem, kaptam, nyertem a lottón, és a többi, és a többi. Oké, és ebből van több, akkor ebből fogok hülyéskedni. Nem ez kell ide nekem, hanem ha már van. Kicsit hat pazarékoljam, ezt is majd is visszakapja Seba. Jaj, csak nem boss harc fog következni. Azt pedig föl kell vennünk, kedves Seba. Biztos vagyok benne, hogy nem erre számítottál, de ettől függetlenül ez bizony így van. Na, csak mi a péket dobálja ki, ezt nem hiszem el. Kicsikét el vagyok havazva. Sok minden van nálam, de mindegy, flame rounds az most nem lesz fölvéve akkor. Na, nézzük, mi vár ránk. And you're planning on selling it to terrorists? Good guess, but no. While it does resemble the BOW based on the progenitor virus, I have no intention of selling it to terrorists. Then what are you using it for? Evolution. It's a philosopher's stone, one that will choose through DNA who shall proceed to the next stage. My vision and his combined, now made a reality. Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find out soon enough. Everyone will. Too bad. Looks like he wasn't worthy. Only the chosen ones are fit for the coming new world. Stella, wait! Basszus, már megint egy ilyen pofa, ez durva. Gyere! That's the same type of bioweapon that wiped out Alpha Team.
Yes, but this one seems much more ferocious. Na gyere te, Doug! Watch out, boys, on! Oké, én vigyázok a kezével, hogyha végre közelebb jönne. Gyere ide! De hogy ezért kellettek a flame roundok. Ó, szevasz! Futás van, futás van, futás van, seva! Oké, ezt lehet, hogy még egyszer meg kellett volna csinálni. Jaj! Ó! Se vagy, gyere ide! Te barom! Köszi! Oké, nagyon szívesen meg fogom bőrni. Segítség, segítség köz. És... Hát ez egy csodálatos dolog. Jaj, hát azt el is felejtettem ledönteni a francba. És nem sikerült. Ja, tudom. Hát ezt nem hiszem el, komolyan mondom, már így kezdek. Ó, vigyázhatnál, persze, hogy vigyázhatnék, de basszus, azt a dögöt próbálom itt meg... Jaj, anyám, de közel van! Igen, én eddig is tisztában voltam vele, hogy az a gyenge pontja, éppen ezért szerettem volna ledönteni ezeket a hülyeségeket, amik te itt nyomod neki a zsódert. Na, akkor... Vedd föl! Vedd föl! Vedd föl, vedd föl! Na erre mit lépsz, te rohadék? Hol vagy? Na, hol vagy te, Doug? Megpróbálom igazából előni az ilyen barnás részeit leginkább. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyire sikerül menet közben ezzel szórakozni.
Ó, de nagyon nagyot üt. Oké, gyorsan akkor megyek, aztán felszedem itt a benzintankos izét. Benzintankos izét? Na, tehát a lángszórót. Egészen jó módszer egyébként az, hogy... Sevát ráúszítom, mint az őrült, aztán miközben én tüzezem. De nagyon nagyot szólt. Ezt ússzam meg, bár ennél közelebb igazából már nem nagyon tudok hozzá kerülni, hogy nyomjam rá a tüzet. 5, 4, 3, 2, 1, futás! Azt kell lőni. Gyerünk, se van. Gyerünk gyorsan! De közel volt! Köszi, Seva! És még benne volt a lendületben. Hát azt nem hiszem el. Seva. Köszi. Nagyon szívesen carefulkodok egyébként, ahogy végre... Mit csinálok most igazából? Seva! Köszi! A gyere, te dög! Ó, de nagyot szólt! Köszi! Mik vannak még itt? Ó, szevasz! Arra a téledbe!
Na végre!